A néprajzi értelemben vett sárköz Magyarországon a dél-dunántúli régióban, Tolna megye déli részén található, 5 települést foglal magába. Északi határa a Szekszárdhoz tartozó Kesselyüsi útig tart. Keleten a Holduna kanyargós vonalát követve a Gemenci erdőn át, mely ma már a Dunadráva Nemzeti Park részeként ismert, Tolna megye határával egy vonalban húzódik sárköz határa. Mivel a gátépítések előtt a sárköz egésze a Duna ártere volt, ezért az ősi sárközi falvak a nagy áradásokkor is szárazon maradó, szigetszerű hátakra, göröndökre települtek. Ilyen göröndökön található meg 4 sárközi település, Őcsény, Decs, Sárpilis és Alsónyék. Tovább haladva következik a Duna tulajdonképpeni ártere és Báta. A lakóházak berendezését kiegészítő lakás textília itt kizárólagosan szőttes anyagokból készült. Ez adta az alapját annak, hogy a sárközben a szövés a takács mintáktól függetlenül önállóan fejlődött a 19. század során. A sárközi asszonyok egyik legnevezetesebb szőttese a száda, amit helyben bíborvászonnak, podorvászonnak emlegetnek. Ez az erősen sodrott, de finom fonalból szőtt vászonféleség kimosva fodrozódó felületet adott. A száda a lehelet finom selyem szádától a vastag pamutból készültig számos változatot képvisel. A sárközi szőttesek mintákban változatosak, egy részükön jelentkezik a takács hagyományból származó mustraanyag, hiszen a Dunántúlon volt legerősebb a hatása. A nagyobb motívumokból, madarakból, csillagokból, rozettákból szerkesztett változó csíkok, más részükön az aprólékos, kimondottan mértanias elemekből álló mustrák, melyek közt gyakran jelentkezik a K motívum, amit ma is kás mintának neveznek a szövőasszonyok. A színezésben a pirosat és a piros-feketét kedvelték, majd a csak feketével való színezés is általánossá vált. Szeretik az egész felületet változó szélességű csíkokkal teleszőni. A szőtteseket főként a szobában és a konyhában alkalmazták, a viseletben legfeljebb alsószoknyaként és abroszként, melyet maguk elé kötöttek. Meg kell emlékezni a sárközi gabócának nevezett vert csipkéről, amellyel bőingek vállát, ujját, alját a halálra való leperőt díszítették. A halottas párnavégek, a főkötők, a bíborvégek, az ingújak és a kendők 5 különböző funkcionális tárgycsoportot képviselnek, és mindegyikük díszítő stílusa más és más. Ez jól jellemzi a sárközi népművészeten belül a hímzés kultúra magas színvonalát. Ha a sárközi hímzésről esik szó, mindenkiben a fekete muszlinra varrott, aprólékos, fehér mintájú főkötők idéződnek fel. Pedig a sárközi hímzés múltja nem a szabott és a paritja főkötőkkel kezdődik, hanem a feketével hímzett halotti párnákkal. Ezek is részei a korai szőrrel hímzett népi emlékanyagnak. Kendervászonra varták őket, fekete szőrfonallal, azaz gyapjúfonallal, mely utóbb barnára vagy sötétzöldre fakult. Jellegzetes öltései a láncöltés, a hamis laposöltés, zsinóröltés, kolbeinöltés. Leggyakoribb mintái a gránátalmás, tulipános. A sárközi hímzések főként a női viselethez kötődnek. A sárközi főkötő hímzés bír a legnagyobb emlékanyaggal. A főkötőhímzésnek 2 korszakát különböztetjük meg, a szabott, téglalap alakú főkötőkét és a paritja főkötőkét. Legkorábbi példányai fekete muszlinon vagy lágy köpperkötésű selyemszöveten készültek, vastagabb és vékonyabb fehér fonallal hímezve. A korai darabokat téglalakúra szabott és hajtogatással formált anyagra dolgozták, ez a szabott főkötő. A 19. század végi és a 20. század elejé főkötőket paritja alakúra varták, rendszerint fekete klotból, valamennyi hímzőrámán készült. Mintakincse és öltésformái igen változatosak. Készítőik a specialista hímzőasszonyok, akik így bizonyos mértékig irányítóik voltak a főkötőkön alkalmazott divatváltozatoknak. Jellemző öltésformái láncöltés laposöltéssel kombinálva, huroköltés, keresztöltés, rácsöltés, boszorkányöltés, kalászöltés, tűzőöltés és bimbóöltés. Mintái a népi szokény szerint alakultak, így majorannás, bécsi rózsás, metéléses rózsás, tulipános, szőlőfürtös, pávás, kiskutyás, evezős és vitorlás. A nőingek könnyékig érő bő ujjuk hosszában és a végein is hímzettek voltak, általában színes gyapjúval vagy keresztöltéssel, ez az ingúj hímzés. Legtöbbjük felületét arany islógokkal is díszítették.
A 19. század végéig a készfogón, elkendőzésen a menyasszony maga szőtte és hímezte jegykendővel ajándékozta meg a vőlegényt. A jegykendők len vagy kendervászon anyagát sejem, szőr vagy gyapjúfonállal, esetleg pamuttal hímezték ki. A minták készülhettek egyszínű draphímző fonállal is, de gyakoribb a kék-sárga-vörös, a kék-vörös-zöld és a drap-barna szín összeállítás. A sárközi színes hímzésen a motívumokat sötét színnel keretezték, kontúrozták. A nézet alakú kendő két-két szemben lévő sarkában megegyező hímzett minta került, így másképp hajtogatva két kendő szerepét töltötte be. A fő díszítések a sarokból átlós irányban haladtak. Bíborvég hímzéssel a tekerődzős menyecske viseletén találkozhatunk. A női fejviselet jellegzetes darabja a bíbor nevű kendő, mellyel a menyecske a fejét betakarja, lefogva vele a főkötőt. A parittya főkötőt a menyecskék az első gyermek születéséig bíborral befették és díszes tűvel tűzték meg. A bíbor vagy bujavászon tehát az alapanyag megjelölése, egyben a kendője is, melynek vége egy színes sejemmel kihímezték. A hosszúkás hímzés csíkokat aranyszalaggal vagy csipkével keretezték, és aranyrojtokkal zárták le. A hímzés a felületet szövésszerűen teljesen beborítja, a mértanias motívumok vörös, kék, zöld, sárga és fekete színűek. A bíborvégek hímzései több egymástól lényegesen különböző mintakincset képviselnek. A sárközi viselet az ország valamennyi öltözete között virágkorában az egyik legpompásabb volt. Bodorvászonból volt a legalul viselt pendeja vagy pöndő, tetejére két, három, négy, sőt több fodros rokolyát vettek fel. Két sor pántligás szövet, kasmír sejem vagy bársony szoknyát hordtak. Maguk elé hétköznap vászon, ünnepre sejem és bársony kötőt kötöttek. Az utóbbiakat nagy lapos ráncokba szedték, fodrokkal, gyöngyökkel, szalagokkal, arany, ezüst sújtással, szélét színes sejem rostkötéssel ékesítették. Vállukon át magukra három vagy négy sejem, szövet, szalagos és rojtos, régebben posztó háromszögre hajtott válkendőt, hármas vagy négyes kendőt terítettek. A tekerődzős menyecske viselet kiegészítője volt a főkötőhöz illesztett csafring, vagyis gyöngyös bojt, amely háton hosszan a szoknya aljáig ért le. Nem volt általános, de gyakran használtak a nők gyöngyös övet, szorítkót is. Az országban egyedül a sárközi nők viseletéhez tartozott az ingvál fölött a nyakban viselt, hálószerűen fűzött gyöngygallér. A legszélesebb és legtarkább, legváltozatosabb kialakítású, hosszában haladó fűzésirányú gyöngygallérokat a sárközben készítették és viselték, ezért a sárközi gyöngygallérok a magyar népi ékszerkultúrában különleges, helyi színfoltot jelentenek. Ritkábbak a gyöngyrojt nyakékek, amelyek úgy készültek, hogy a nyakék felső széléről lelógó rojt sort képeztek fűzéssel. Ezek a nyakba vetők, gyöngyékek, csipkés gyöngyök ritkábban gránátszemekből, gyakrabban apró, tömör üveggyöngyökből készültek. A sárközi népművészet sajátosságainak és értékeinek saját rendszeréből való kiemelése és egy falusi hagyomány elemekből kiépített nemzeti kultúramodell rendszerébe való beillesztése több szálon történt. Szellemi ideológiai mozgalmak, a hivatalos kultúrpolitika, de gazdasági és szociális megfontolások is szerepet játszottak a dél-dunántúli sárköz népi kultúrájának ismerté válásában és értelmezésében. Természetesen mindez visszahatott a sárköz népének önképére és önértékelésére is. A sárközi szellemi kultúra néptánc, népdal fennmaradása és átadása érdekében az 1931-ben induló gyöngyös bokréta tette a legtöbbet. Már 1946-ban megalakult a később országos hírnévre szert tett, Bogár István által vezetett Sárpilisi Népi Együttes első formációja, azután sorban alakultak a többi településen is a hagyományőrző csoportok, melyek a mai napig őrzik és művelik a sárközi népi kultúra egyes elemeit. Anyagát tekintve az 1950-60-as évek, sőt napjaink néptánc mozgalmának alapjait adták. A mai őcsényi és bátai táncosok is büszkén vállalják a bokrétás elődei örökségét. Szoknyára akkor voltak ezt a többféle díszt, nem úgy menták, bár azok katolikusok voltak, de ugye református viselet volt a gyöngyös bokrétában. Hát a domináló az volt, micsodáig homlokvársonynak mondják most, régen parittya féket, ő volt, így hitták, és akkor a katolikusoknak is, akik mentek velük, olyan lett készítve, és akkor azoknak is rojtos kötény lett, körű rojtos kötény, meg csárdás pántlikába fölé kösítve,
úgy mentek, úgyhogy az már olyan volt, mint egy egyenruha. Bogár István 1966-ban a Sárpilisi Népi Együttes fennállásának 20. évfordulójára megszervezte Sárpilisen a Sárközi Napok rendezvénysorozatot, mely 1968-tól Sárközi Lakodalom néven a mai napig megrendezésre kerül. Az 1970-es évek végétől a Dunamenti Folklor Fesztivál szerves része volt Decsi helyszínnel. A rendszerváltás óta a sárközi települések felváltva rendezték meg. 2012-ben helyszíne a Sárköz fővárosa, Decs. A hagyományos sárközi népi kultúra őrzését, fejlődését, továbbéltetését már meglévő hagyományőrző szervezetek, egyéni alkotók végzik. A tájházak a helyi társadalom kultúrájának őrzői és bemutató helyei, ezért egyik legalkalmasabb hely arra, hogy az óvodában, iskolában és azon kívül feldolgozhatóvá, élményszerűvé és átélhetővé váljon a lakóhely múltja, egyfajta kötődést, érzelmi viszonyt is kialakít. Őcsényben él Hammerné Görög Éva csipkekészítő népi iparművész, és Minorics Jánosné szövő, rostkötő népi iparművész, kik a sárközi népművészet felélesztői, megújítói, szívesen tartanak bemutatót munka közben a látogatóknak. Öcsényi tekerődző bíboros új menyecske viseletet látunk. A lábán piros papucs van, fehér kapca. A felső ruházata egy fekete alapon lila és kékvirágos borotvált selyem szoknya, ami piros pántlikával két soron van díszítve. Az alján két sor islangdíszítés és egy sor 8-as perén van. A kötény szintén a ruha anyagából készült, a díszítések is megegyeznek vele. A kötény körűrostos, piros szíves rost van rajta. Látogatókat fogad a magántulajdonban lévő Őcsényi tájház tulajdonosa Csapai János, néprajzszakot végzett fiatalember. Sárközi családok leszármazottja vagyok, tehát törzsgyökeres sárközi minden család az őseim közül, és mindig is érdekelt a múltunk is, és hát valahol fontosnak éreztem azt, hogy valahogy ezt megőrizni, vagy továbbadni az utókor számára, és végül is ez mindig egy hát biztos kiindulási pont lehet az ember számára, mert anélkül, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy honnan jöttünk, vagy mik voltunk, az én felfogásom szerint, vagy véleményem szerint a jövőnket se tudjuk formálni, vagy építeni. Nem azt mondom, hogy mindig a múltba kell tekinteni, de ez egy biztos pont, ahonnan mindig el lehet indulni, vagy amiben bele lehet kapaszkodni. A múltat ahhoz, hogy ne merüljön feledésbe, meg kell őrizni és átadni az utókornak. Ennek egyik legszebb példája, amikor édesanyjától tanulja meg a hagyományokat egy fiatal lány. Mivel otthon állandóan vartam, ezért hát a lányom is megfertőződött, mert megtetszettek nekik a minták, amiket előnyomattam. És végül úgy döntött, mert először nem nagyon akart kötélnek állni, de végül önállóan úgy döntött, hogy ő is szeretné megpróbálni, és csinálni ezeket a szép terítőket és párnamintákat. Elkezdtem hímezni, és nagyon nagy sikerélményt adott az, hogy elküldtem egy országos ifjúsági pályázatra egy 10 éve az első terítőimet, és mindjárt első helyezést értem el ezekkel, és így egyre jobban belelendültem, a végén már tervezni is megtanultam a mintákat, saját magam rajzolom elő őket, és tervezem meg, és azóta is folyamatosan zsűriztetek. Decsen a magántulajdonban lévő Sárközi Baba Múzeum közel 150 népviseletbe öltöztetett babán keresztül mutatja be a sárközi emberek szokásait, hagyományait és mindennapjait. A tulajdonos Farkas Lászlóné Pál Bözsi, népi iparművész, a népművészet mestere, ízes tájszólásban vezeti végig látogatóit ezen a baba világon. Ez a baba 200 darab, ami itt ki van állítva ebbe a kis Sárközi Életképek című múzeumban. Hát életképet talán 30-35-öt egészen a születéstől. Ugye ebbe benne van a köröztölő, a lakodalom, a konfirmálás, a jegykendővarás, a halászat, a szüret, a kacsatömés, a paprikafűzés, a hétköznapok, az aratás, a kapállás, a templomba menés, a szobarészlet, a tehénfejés, a hímzés, talán ami az egész életünk munkája, vagy parasságunk, úgy megpróbáltam mindent megcsinálni. Ezen a településen él és dolgozik Olá Márta, Király Zsiga díjas gyöngyfűző, a népművészet ifjú mestere, népi iparművész, Decsikis Jánosné, Király Zsiga díjas gyöngyfűző, népi iparművész,
Nagy Zoltánné gyöngyfűző, népi iparművész, Dömötör Erzsébet gyöngyfűző, népi iparművész. Decsen minden évben augusztus első hétvégén rendezik meg a Népművészet napját táncmulatsággal, kirakodóvásárral és kiállítással. A három művészeti együttes ápolja a sárköztánc és dalkultúráját, a Gyöngyös Bokréta és a Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, valamint a Decsi hagyományőrző férfi kórus. Sárpilisen is komoly hagyománya van a néptáncnak. Tóth Ferencné Dávid Éva, Bogár István rokona, szívesen idézte fel az egykori lakodalmas hangulatot. Volt a készítő, és utána volt a lakodalom, másnap meg a csiszló, amikor az asszonyok és emberek is a zeneszó mellett mentek az utcán, ébresztettek, aki ma aludt, az főketették, felébresztették, és az mindenki fizetett a zenészeknek. Alsónyék a sárközi falvak egyike. Itt maradt fenn legnagyobb mértékben az egykori népi építészet jellegzetességeit őrző épületállomány, oly mértékben, hogy egész utcák, sőt egy érintetlen település rész is található. A 2002-ben nyílt Alsónyéki Falu Múzeum kiállítási anyagát a helyi lakosság által megőrzött családi emlékekből, illetve a padlásukon rejtőzködő kincsekből állították össze. Majd 2003-ban a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársai, amik hiányzó tárgyakkal kiegészítették, és megfelelő színvonalú kiállítást hoztak létre. A Bátori tájház nem csak a múltnak ad teret, hanem a mai hagyományőrzésnek is. Az udvarán különböző programokat szerveznek, néptánc bemutató, tojásfestés, korongozás, kézműves bemutatók és foglalkozások zajlanak. A település kulturális életében kiemelkedő az 1937 óta működő népi együttes. A néptánc, a népdal, a népzene jelentős szerepet játszik a hagyományőrző csoportok életében. Önmagában is jelentős sárköz népdalkincse, tánc kultúrája, de mindhárom részelem együttesen jelenik meg a csoportok színpadi előadásaiban, a jellegzetes, őzős nyelvjárással együtt. Többször vissza kell kanyarodni.